Azzal a nagyon fontos bejelentéssel szeretne élni debreceni elnökünk Salánkiné, Kuti Zsuzsanna és jó magam, mint a Mi Hazánk Mozgalom országos alelnöke, országgyűlési képviselője, hogy beadtuk hangsúlyozottan a lakosság, a civilek, a civisek igényeinek megfelelően, elvárásainak megfelelően, velük összefogva és melléjük állva, minden mondatnak, minden szónak nagyon fontos szerepe van most ezen a sajtótájékoztatón, azt a népszavazási, helyi népszavazási kérdést vagy kezdeményezést, amelynek záradékolása vagy hitelesítése után egy rövid, de intenzív, remélhetőleg sikeres aláírásgyűjtés követően a helyi népszavazás, a debreceni akkumulátorgyár megépítése vagy annak elutasítása ügyében kiírható, lebonyolítható, hiszen az a rendkívül érdekes, akár még politikatörténeti szempontból is érdekes helyzet alakult ki Debrecenben, és úgy hiszem ennek a hullámai napról napra nőnek, hogy a negyedszer is kétharmados felhatalmazást szerzett kormánypártok pont ott ütközhetnek komoly lakossági választói ellenállásba, ahol erre valószínűleg a legkevésbé sem számítottak rá, abban a városban, amely joggal nevezhető a Fidesz fővárosának, hiszen ahogy Magyarország fővárosa Budapest, ugye a Fidesz egyik legerősebb bástyája, úgy tetszik fővárosa Debrecen, és egészen biztosan komoly politikai oka van annak, hogy a vakcinagyártól kezdve egyre jelentősebb beruházásokat tolnak át Debrecen irányába, vagy Debrecenbe, hiszen arra számítanak, hogyha esetleg valamelyik országgyűlési választáson, akár rövidebb vagy hosszabb idő után megbukna a jelenleg regnáló, már 13 éve regnáló rendszer, Debrecenben egészen biztosan hosszú évtizedekig, gondolják ők, fennmaradhat a hatalmuk, az irányításuk is, így az oda áramoltatott beruházások politikai védelem alatt vannak, illetőleg az abból való haszonkivétel is, haszonélvezet is folyamatos lehet akár a Fidesz prominensei számára is. A lényeg, hogy a január 9-ei és a január 20-ai lakosság, illetőleg környezetvédelmi közmeghallgatás alkalmával finoman szóval sem sikerült megnyugtatóan rendezni a kérdéseket. Számos ellentmondás merült fel, sőt a közmeghallgatás előre haladtával az ellentmondások és a tisztázatlan kérdések száma nőttön nőtt. Láthatóan sem a jelenlévő hatósági személyek, sem pedig az úgynevezett szakértők nem álltak a helyzet magaslatán, és ahelyett, hogy megnyugtatták volna a lakosságot, a jelenlévőket, egyre feszültebb hangulatot alakítottak ki. Jelen pillanatban egy hitvita zajlik arról, hogy milyen támogatottságot vagy elutasítottságot élvez, vagy nem élvez ez a készülő beruházás, vagy meglehetősen gyanús körülmények között Süttyomban került volna áttolásra, ha nem alakul ki ez a lakossági, jogos lakossági felháborodás, amelynek úgy hiszem, hogy lesznek még jelei, akár Nyíregyházán, akár más olyan városban, vagy településen, ahová hasonló beruházásokat terveztek. A népszavazási kérdés benyújtásával most a hatóságnál pattog, a hatóság térfelén pattog a labda. A helyi választási bizottság gyors vagy lassú ügyintézésétől függ, hogy a 30 napos aláírásgyűjtés mikor kezdődhet el. Minden esetre, ahogy mondtam, bármikor is kell elkezdeni, a lakosság mellé állva, és a lakosságot jogi, adminisztratív, koordinációs és egyéb vonalon segítve, a Mi Hazánk által segítve, bízunk abban, hogy kiderül az igazság, és a debreceniek egy valós és hiteles véleményt fognak tudni mondani arról, hogy akarják ezt a minden bizonnyal egészségükre, lakókörnyezeteikre veszélyes beruházást, avagy sem. Én előjáróban ennyit szerettem volna megfogalmazni, és most kifejezetten a debreceni vonatkozások kapcsán átadnám a szót debreceni elnökünknek, Salánkiné Kuti Zsuzsannának, illetőleg rábíznám, hogy olvassa be azt a pontos kérdést, amit föltettünk, illetőleg amennyiben erre igény van, akkor természetesen a kameráknak is bemutatjuk ezt a ajánlás gyűjtőjévet. Parancsol, Zsuzsa! 2022. augusztusában mi debreceniek
tényként kellett, hogy szembesüljünk azzal a hírrel, miszerint Magyarország eddigi legnagyobb beruházását a kínai CATL akkumulátorgyárat fogják megépíteni Debrecenben, a déli gazdasági övezetben. Ez a hír egyáltalán nem örvendeztette meg a debrecenieket, ugyanis a déli gazdasági övezetben vannak a legkiválóbb termőföldek, Európában is ritka 40-45 aranykoronás termőföldek vannak. Itt már eleve ütközött a mi programunkkal, ugyanis mi elkötelezettek vagyunk a kiváló minőségű magyar termőföldek megvédésében. A mi véleményünk az, hogy ezeket a termőföldeket a magyar emberek ellátására szükséges használni, magyar gazdáknak a tulajdonában kell, hogy legyenek ezek a földek. De több tekintetben is aggályosnak tűnik ez a beruházás. Ott voltam a január 9-i, illetve a január 20-ai közmeghallgatáson. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem túlzás azt állítani, hogy kétséget kizárólag botrányosra sikerült mind a két közmeghallgatás. Egyáltalán nem nyugtatta meg Papp László polgármester a megjelenteket, sőt azt láttuk, hogy tulajdonképpen többször is ellentmondásba keveredett önmagával, és ugyanez igaz a január 20-ai környezetvédelmi közmeghallgatás szakértőire is. Azt kell, hogy mondjam, hogy több kérdésre sem tudtak válaszolni, és nem tisztázott az a kérdés, hogy ez a gyár tulajdonképpen ivóvizet vagy szürkevizet fog-e felhasználni, ugyanis ellentmondanak egymásnak ezek a szakértők. Debreceniként természetesen nem tudom támogatni azt, hogy ez az akkumulátorgyár megépüljön, és azt gondolom, hogy ennek hangot is adtunk. Január 21-én Torockai Lászlóval és dr. Apáti Istvánnal tartottunk közösen lakosság fórumot, ahol meghallgattuk az ott megjelenteket, és megfogalmazódott bennünk, hogy népszavazást szeretnénk kezdeményezni. Ehhez azt a feltételt kötöttük, hogy legyen 350 olyan debreceni ember, aki segít legalább 100 ajánló aláírást összegyűjteni. Azt azért látni kell, hogy ez egy nagy feladat, erre egy párt nem képes, szükség van arra, hogy bevonjuk a lakosságot és bevonjuk a civileket ebbe a kezdeményezésbe. Szombat óta gyakorlatilag folyamatosan keresnek bennünket, és folyamatosan jelentkeztek olyan civilek, akik vállalják, hogy segítenek ebben az aláírás gyűjtésben. Azt kellett megállapítanunk, hogy igenis el kell kezdenünk a népszavazási kérdés hitelesítését, ezért ennek megfelelően tegnapi napon be is adtuk ezt a népszavazási kezdeményezést. Az alábbi kérdést fogalmaztuk meg. Egyetérte ön azzal, hogy olyan veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem létesülhessen, vagy üzemelhessen Debrecen közigazgatási területén belül, amelynek széndioxid kibocsátása meghaladja az évi 100 000 tonna, vagy az ivóvíz igénye eléri a napi 10 000 köbméter értéket. Bízunk benne, hogy minél hamarabb hitelesítésre kerül ez a népszavazási kérdés, és el tudjuk kezdeni az ajánló aláírások gyűjtését. Bízom a civilekben, és bízom Debrecenben.